Na, sziasztok srácok, én Darabik, és itt vagyunk a következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Mr. Bean-t fogjuk megkeresni és bezárni ebbe a eléggé szűkös és nem túl szép börtönbe. Alapból itt kapunk ugye egy kis felszerelést, és most nagyjából elmagyarázom nektek, hogy mi is a helyzet kedves Mr. Bean barátunkkal. Kedves Mr. Bean nem úgy gondolja, hogy ezt hogy fogalmazzam meg, hogy teljesen családbarát maradjon ez a videó. Mr. Bean állatokkal közösült. Szóval ezt hogy is mondjam, amikor van anya, ezt a kisebbeknek mondom, ugye amikor van anya, és ugye van apa, akkor ugye hát, amikor eltervezik, hogy van egy gyerek, akkor dolgokat csinálnak. Jó, ezt tényleg nem tudom, hogy mondjam el. És Mr. Bean ezt úgy gondolta, hogy ő állatokkal szeretné megteremteni ezt a csodálatos kapcsolatot. És ez nem túl... eléggé primitív dolog, és most ezért fogjuk őt letartóztatni. Hát kíváncsi vagyok, hogy merre kéne mennem, és hát nem is az, hogy merre kéne mennem, mert amúgy ezt itt egy iránytű, ami mutatja elvileg az utat, hogy merre fele kell mennem. Viszont én gyors csinálok egy kőkardot, mert kard nélkül mégse akarnék neki indulni ennek a párbajnak. Miért a hússal akarom? Mi a belém villámlott valami? Hát nagyon szépen. Ne, hol a húsom? Srácok, elégett a villámba a húsom? Ne szivassál! Ne szivassal, hogy véletlen kidobtam a húst és elégett a villámba. Na jó, én kiégek. Elégnek a bárányok. Na már, jó, de legalább mondjuk az ad húst. Ó, ad húst, köszi. De most komolyan! Halljátok csak, én lehetek ennyire szerencsétlen, hogy véletlen kidobtam a izért és elégett a villámba a húst. Kiégek. Na jó van. Gyors, akkor... mi van velem? Srácok, a crafting table helyett véletlenül wool-t raktam, naj. Hát ez nem az én napom lesz, ezt már érzem előre, na mindegy. Gyors, akkor megcsinálom a facsákányt, és gyors, kiszedek egy kis követ, gyere léci. Nagyszerű, oké, facsákány, jó. Hol van kő? Oké, kiszedem minden a ház aljából, mert most nem akarok én itt. Srácok? Kiütődött a crafting table. Oké, köszönöm szépen, kedves. Nem tudom ki. Nagyon örülök, megint szivatnak engem az űrlények, a nem tudom mik. Nagyon jó. Jó, ezt most taktikásan kell csinálni, srácok. Be kell késztenem, hogy egyből le tudjam craftolni. Gyerünk. Jó, lekraftoltuk, oké. Valami megint villámlottam úgy. Hol villám? Hogy tűzgolyó. Aha, értem. Jó, rendben. Ja, amúgy van itt répa. Köszi tűzgolyó, hogy így megmutattad. Te amúgy kedves tűzgolyó vagy igazából, nem is akarsz szerintem rosszat. És király srácok, nem is kell nekünk steak, hát itt mi maradunk a csodálatos répákkal, úgy ahogy az előző nagy csatornában lévő videóban is tettük. Amúgy aki esetleg nem tudná, ugye van egy nagy csatornám, ahol most lesz meg a 25 000 feliratkozó, ami nagyon nagy szám nekem, szóval ha még esetleg nem tettétek volna, akkor oda is suboljatok fel. Elvileg ebbe az irányba kéne menni. Nem tudom, hogy pontosan így meddig kéne nekünk itt haladni, de akkor én így ebbe az irányba is szépen így az iránytű felé. Bárányok. Ott egy rózsaszín bari. Szia rózsaszín bari, te tetszesz nekem, te gyere velem. Gyere. Gyere bari. Gyere, téged elviszlek. Gyere velem, te leszel a kalandortársam. Srácok, van egy olyan érzésem, hogy van itt egy démon, aki nem igazán kedvel engem. Szóval lehet, hogy a következő videóban az lesz, hogy én ezt a démont meg fogom találni, és lehet, hogy Mólóra se tanítjuk, de hát ez majd a jövő múltja, beszéde, történése, mindegy. Na, elvileg az iránytű az itt is még több. Mi a? Itt van Mr. Mr. Bean, menj innen! Mit csinálsz? Mr. Bean, húzzá arrébb! Hagyj a szegény barit! Gyere, bari, nyugi, nyugalom! Nincs semmi probléma, gyere! Gyere, kedves élettársam, várjál! Mit csinálsz? Hagyd már a barit! Te beteg állat! Ember! Mr. Bean, azon a hagyd abba is! Állj meg egy... de... Most... Srácok, ez beteges. Menj innen! Ember, szegény kis bari. Jó, én megöllek, Mr. Bean. Ha ezt tovább folytatod, meg fogsz halni. Menj a bari közeléből. Bean, ezt azon a hagyd abba, mert véged lesz. Te
Halljátok, srácok, ez a Mr. Bean egy beteg állat. Édes Istenem, halljátok, hát mi van vele? Hát te még normális ember voltál, most mi a baj, elítéled a fajtalankodást? Hát eléggé durván elítélem, és törvénybe ütköző is. Szóval kérlek szépen, gyere velem a börtönbe. Azonnal, de hogy nem. De Mr. Bean, menj innen. Kerüld el ezeket a bárányokat. Bárány, nyugodtan menj dolgodra, tessék, edd tovább a füvet. Bean, menj attól is el! Menj arrébb! Hagyd abba! Gyere szépen a börtönbe, állj meg ott, ahol vagy. Nem mozdulsz, ott maradsz. Na, Mr. Bean, elsősorban, hogy képzeled ezt? Te beteg vagy, ez beteges. Nem is értem, hogy hogyan jut ilyen az eszedbe, hogy te... Istenem, srácok, írjátok le komment szekció, hogy erről mit gondoltok, de ez undori. Hát szeretem őket, és hát gondoltam, miért te beteg vagy. Gyere, most Mr. Bean, figyelj, van egy jó hírem. Oda, ahova viszlek téged, ott van sok bárány. Nagyon sok mesztelen bárány, akiknek le van vágva a szőre, és látszik mindene. Érted? Igen? Na, akkor szépen kövess, és elviszlek téged erre a csúcsmodern helyre. Édes Istenem. 2.3. Na, Mr. Bean, gyere szépen, csak kövess engem, nézd. Ott egy szép kis falu, tudod, falu széli kis ház, de ott egy nyúl. Ne, a nyulat hagyjad, úgyis húsvét van. Gyere, szia nyuszi, tessék répa. Ne, mit ölöd meg? Menj innen! Mr. Bean, hagyjad békén a húsvéti nyuszit, na. Meghalsz, hogyha még egyszer sem. Na szépen gyere velem a bárányházba. Gyere. Igen, arrafele. Ó, Istenem, srácok. Nem tudom, hogy mi van ezzel az emberrel, de biztos, hogy a börtönben lesz ideje megváltoznia, és nem fog több ilyen dolgot elkövetni. Bean, megint merre mész? Hagyjad már a bárányokat, lávató. Hagyjad, ne, menj el a lávató. Mi? Ne, hol van víz? Vizet. Jó, túléltem. Nem tudom, hogy éltem túl, de Mr. Bean, te büdös, nem tudom mi, hallod? Ezért véged lesz. Menjél arra. Menjél a falu fele. Most tényleg nagyon izé kivívtad a haragomat. Menjél, Mr. Bean, egyenesen szépen tovább. Gyerünk. Istenem, srácok, halljátok. Miért kell ilyen, nem tudom milyen ember, kidobtam a kardomat, nem tudom miért kell ilyen buta, ostoba élőlényeknek létez, jó, nem akarom izélni. Hova tűnt? Nem akarom én itt szídni, Mr. Bean, csak butaságokat csinál. Hova tűnt Mr. Bean, srácok? Ott van? Az nem ő volt, jó. Istenem, hova tűnt, srácok? És nem, hogy már meg kéne, hogy találjam. Azt a rohadt, mennyi bárány van itt, srácok, hogyan kerültek ide ezek a szegény bárányok, ideig még nem voltak itt. Hol van Mr. Bean? Srácok, hova tűnt? Oké, valaki itt kiütött egy üveget. Aha, itt leszel esetleg? Oké, nem itt lesz. Aha, valahol biztos, hogy benn lesz egy, aha, itt van. Hello Mr. Bean, hello, üdvözöllek. Na, szépen gyere innen ki, és mész a börtönbe. Istenem, srácok, szegény bárányok, most nézzetek rám, milyen aranyosak, várjál, Bari. Gyere, nézd, kapsz ilyet, legyél boldog, na. Ne bánts, kérlek, nem, Istenem. Bean, le kell, hogy lőjelek, hogyha... Istenem, Bean, abba hagyod, légy szíves, tényleg le foglak lőni. Hallod, ez nem játék, Mr. Bean. Ez már tényleg a tűzzel játszol, érted ezt a mondást. Te is, Bari, gyere, te is kapsz egy ilyet. Ja, úristen, most én is elkövet, mindegy. Bocsi, csak nem bírom ki, jó, mindegy. Gyere, hogyha bemegyünk, akkor kapsz sok csokis sütit, meg ilyeneket is, oké? Okay? Na, tényleg, remélem, hogy értetted. Tényleg, igen, kapsz sok csokis sütit is lesz ott. Na, figyelj, nézd, várj, lerakom ide a kart, ott van benne a dimenzió portál. Na, figyelj, csak szimplán annyi a lényeg, hogy bemész, és átteleportálsz egy másik dimenzióba. És ott lesznek a dolgok, érted? Na, Mr. Bean, csak hallgassám, szegény bárányok itt amúgy, nem tudom tényleg, hogy hogyan jöttek ide ezek ennyien, de te át akarsz verni, nem akarlak átverni, Mr. Bean, hanem én csak be akarlak téged vinni, hogy át tudjak teleportálni, érted? Érted? Mi az, hogy nem érted? Na, figyelj, van benne csoki süti,
Érted? Csoki süti. Van bent finom csoki süti. Azt is megkaphatod. A tied lehet. Mennyi bárány? Igen, de van bent csoki süti, a sokkal finomabb. Bean! Bean! Csoki süti! Menj a csoki süti! Fúj! Dragd el a pálcádat! Menj a csoki süti után! Gyerünk! Gyerünk! Bean! Menjél be! Menjél be! Ott lesz benne a finom csoki süti! Menjél be! Ott van benn! Látod? Adok neked! Ó, oh, köszi! Oké. Okay. Jaj, bevetted, bevetted! Azért raktam neked egy kis ablakot, hogy tudjál szellőzni, meg ilyenek, de... Sok sikert a továbbiakban, hát srácok! Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogy... Nem tudom, hogy mi a véleményetek, úristen! Nem tudom, hogy mi a véleményetek, gyere, gyere, ne, szegény bárány! Nem tudom, hogy mi a véleményetek Mr. Beanről, de írjátok le a komment szekcióba! Hát én Dani voltam, és nagyon szépen köszi a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, sziasztok!